A házigazdák alaposan átalakult csapata jól kezdte a mérkőzést, hiszen 3-1-re vezettek. A félidő derekán csörgő gólyaival már 8-5-ös hazai előnyt mutatott az eredményjelző, és úgy tűnt a barcikaiak jelentős előnnyel zárták az első 30 percet. Páncél és Szűcs gólerős játékával azonban fordított a nyírségi együttes, és már ők álltak jobban. Ösléger Krisztián hiába kért időt két gólos vendég előnél, a házigazdák nem tudtak egyenlíteni. Az első félidőben 18-17-re a Nyírbátor vezetett. A második etapban sem következett be a várva várt fordulat, mert a KKS-e 10 perc alatt mindössze egy gólt dobott, míg a vendégeknél Páncél és Szűcs mellé Szedlacsek és Mészáros is felnőtt, és így tekintélyes lett a nyírségi előny. A végjátékban már csak a két csapat közti gólkülönbség volt kérdéses. A második félidőre teljesen elfáradó és hitét vesztett barcikai együttes súlyos 37-26-os vereséget szenvedett. A csapat legközelebb szeptember 20-án vasárnap Hajdúnánáson szerepel, majd szeptember 26-án szombaton este 6 órától a Nádudvart fogadja a Don Bosco Sportközpontban.